Az aldehidek olyan oxo-vegyületek, ahol az oxo-csoport láncvégi szénatomhoz kapcsolódik. A láncvégi funkciós csoportot szoktuk formil csoportnak vagy aldehid csoportnak is nevezni, illetve karbonil csoportnak, ez mind ugyanazt a csoportot jelöli. Az aldehidek egyik fontos reakciója, hogy redukálószerek, például fém ionok oldatából fémeket, vagy alacsonyabb oxidációs számú fém vegyületeket választhatnak ki. Ezüst nitrát oldatból fémezüstöt lehet kiválasztani aldehidek hatására lúgos közegben, illetve a Fehling reakció során is ki lehet mutatni az aldehideket, ahol a réz 2 ion réz 1-jé alakul, réz 1 oxid válik ki, amely vörösbarna színű csapadék. Az aldehidek elég gyakori vegyületek, például aldehidek a cukrok is egy részük, mégpedig az aldózók. Az aldózók, illetve a cukrok gyümölcsökben, zöldségekben is előfordulnak. Megpróbálok ebből a répából most kivonni cukrot és kimutatni az aldehid reakciójával, a Fehling reakcióval. 5 köbcenti vízben forralom egy kicsit, mivel ezek az egyszerű cukrok oldódnak vízben, mint például a szőlőcukor. Forralás után átszűröm ebbe a kémcsőbe. Hozzáadok előbb Fehling 1, majd Fehling 2 oldatot. Majd ismét melegítjük. Látható, hogy nagyon szépen kivált a vörösbarna réz 1 oxid csapadék. Ez arra utal, hogy a sárgarépa tartalmazott redukáló cukrot, aldózt.